A válogatás nem csak realisztikus műveket mutat be, de a világ egy különleges szegletébe is elkalauzolja a közönségét. Azáltal válik útta a világ egy darabja, ha elindulunk rajta, vagy a a 60-as éveiben járó művész. Gázoltán szakfényképész, fotóriporterként indult, majd az évek során fotográfus művészé vált. Dokumentarista emberközpontú képeket készít, amelyet a kecskemét kiállítása is tükröz. A japán nyelvet felnőttként tanulta meg, és az Oszakai Művészeti Egyetem fotográfiai tanszékének kutató ösztöndíjasaként is tanult. Kötődése a Szigetországhoz és annak filozófiájához mindmáig erős, ezt is hülyen visszaadja kiállított fotói. A tárlat a kis fotogalériában január 6-áig tekinthető meg.